Üdvözlök mindenkit a Minecraft Series legújabb részében, szám szerint ez már ugyanis a 11. rész, ha jól emlékszem. És mint mondtam, most neki szeretnék majd állni a nagyobb szintű házfejlesztésnek. Az az igazság, hogy nem tudom, hogy hogyan is fogjak hozzá. Nem tudom, hogy mit hova kéne rakjak. Tehát... Felsültünk emberek. Nem. Fogjuk. A mai nap elkezdem megépíteni az én kis drága pincémet. Ami... úgy fog kinézni, hogy még nem tudom, hogy fog kinézni, az hogy halad. Jó. Így. Meg szeretném majd csinálni ugyebár a könyvtárat, ami valahogy úgy fog kinézni, hogy most pincét akarok, vagy könyvtárat. Oh my god, el sem bírom már én magam sem dönteni. Na jó. Hát először is úgy fog indulni ez az egész házfelújítás, hogy valószínűleg nem, most így jobban belegondolva nem hiszem, hogy a pincével kéne kezdenem, hanem én még szedek egy kis fát, és meg fogom most csinálni a második emeletet. Elég szlotom is jó. Nagyszerű. Húha, most valahogy nem is tudom. Nem megy a pofázás. Nem ittam még eleget. Na jó. Nem is szoktam inni. Nem is olyan vagyok. Ja, igen, a skyblock. Tehát. Gondolkoztam azon, hogy ugyebár van ez a Minecraft Series nevezetű sorozatom, és ezen belül lehetséges, hogy csinálnék még egy sorozatot, ami a Skyblock nevezetű survival mapról szólna. Az egész, hát hogyha azt nézzük, tényleg survival map, mert van egy láda, amiben van azt hiszem egy-két tudsz, meg meg egy fa, meg egy olyan 20-25 blokknyi föld, és ennyi az indulópont. Tehát az egész survival, az egész survival map tehát az egész survival map fent van az égben, és gyakorlatilag nincsen semmink, úgymond minden generátorokból kell megépíteni, legalábbis így gondoltam, mert másképp nem lenne survival map, hogyha minden a segünk alá lenne téve. Tehát ilyesmire nem is fogok számítani. Hogy mikor is fog indulni a sorozat, ezt pontosan nem tudom megmondani, ugyanis mostanában rengeteg dolgom van, meg egyébként is az a Winchester, amire veszem magát a sorozatot is, hát beteges és nem működik jól. De hát megteszek mindent tőlem telhetőt,
Új vinyom már úton van. Hamarosan. Beszerelésre kész. És utána pedig majd jobban tudok ismét így foglalkozni a Minecraft sorozattal is, meg ugyebár beindulnak a játékbemutatók, stb. Ez remélem minél hamarabb el fog kezdődni, mert egyébként meg szeretem csinálni. Szóval van most 64 fánk, hát ez nem biztos, hogy elég lesz. Na jó, egyefele. Úgy fogom csinálni meg a második emeletet, hogy feljutok elsőnek is most a tetőmre. Ha feljutok. Geronimo! Ez az! Yeah! Yeah! Fogom. És ide fogok. Hey! Fogom, és valószínűleg ide fel fogok húzni még egy sorblokkot. Mi a franc? Invázi? Oh my god, nincs nyilam. Na jó, mindegy. Nem érdekel. Szóval. Honnan tudtam, hogy nem lesz elég ez a blokk? Na jó, mindegy. Most nem is ez a lényeg. Nem is az a fő cél, hogy kirakjuk az egész tetőt, hanem legalábbis ugyebár úgy, hogy ne látszódjon már a másképp nagyon összetett lenne az egész. Ó, Isten, minek jöttem le? Most mehetek vissza. Ó, a fene ennyi meg. Mi van veled, Mayton? Ez a mai nem az én napom, emberek. Oh, fuck yeah! Na jó. Francot sem érdekli. Azt hittem megint leesek, mert ezt agyérzést kaptam vele. Így né. Akkor ezt szétszedjük, mert ugye már több nem kell. Deszka, oh my god, mennyi deszka. Deszka. Leave me alone. Jobban át kellett volna gondolnom, hogy hogy szeretném megcsinálni, ugyanis most hirtelen elment minden ötletem ezzel kapcsolatban. Na jó, de meg fogom csinálni a padlózatot, de viszont ezen a szinten már másféle padlózatot szeretnék, legalábbis más színben. Nem is tudom, hogy...
Csörög a telefonom? Ja nem, na mindegy. Fogom. Megnézzük, van-e más színű fánk, nyárfa. Esetleg, például. De... kirakhatjuk másról is. Homokkő. Ugye itt a nyárfa. Az élet nagy gondjai. Na jó, nézzük meg, hogy fog kinézni homokkővel. Tehát ezt a homokkövet, bocsánat, egyébként videókészítés előtt osúztam, és benne maradt a fülemben a zene. Most azt dúdolászom, tudom, hogy idegesítő, bocsánatot is kérek érte. Jó. Azt hiszem nem fog szarul kinézni. Csak legyen elég. Mondjuk valószínűleg a homokkő biztos, hogy nem lesz elég. Erre már megint nem készültem fel. Na jó. Nincs viszont elég nyárfánk sem. Ez bizony hatalmas hiba. Hatalmas emberek, hatalmas. What the fuck? Kell majd néhány nyárfa csemete is, úgyhogy... ha fogjuk egyébként, és nem verjük szét a lombot, hanem kiütjük közül a fát, és csinálunk ugyebár ide a tetejére, el fog tűnni magától, ráadásul még fa csemeték, és még alma is esett ki belőle. Úgyhogy ezt így hagyjuk, majd később vissza ránézünk, hogy mégis... hogy alakult a sorsa. Már nem bírom kiukasztani. Hála Istennek egyébként elég pozitív visszajelzéseket kaptam a Torchlight-os bemutatómmal kapcsolatban, ezért elég sok ötletem van, hogy milyen sorozatokat kezdjek ezeket. Igazából még nem tudom megmondani, mikor kezdjem, ugyanis nem tudom, hogy mikor lesz ilyesmire időm, már pontosabban mennyi időm lesz ezekre a sorozatokra, és hogy mégis mikorra sikerül beüzemelnem a Winchestert. Jó, tudom, egyébként nem is az összerakással van baj, mert egyébként nem vagyok abszolút hülye hozzá, hanem itt most az a bajom, hogy nincsen sehol homokkő. Miért nincs? Na jó, annyira nem baj, nem is érdekel. Húha, melyik torna, ez nem valami eseménydús epizód. Na nem baj, ilyennek is kell lennie. Úgyhogy... igazság szerint egyébként nem is mára terveztem a következő részt. Csak most... hát úgy voltam vele, hogy miért ne. Hol van itt a fa? De már olyan kevés nyárfa van, hogy ebből bizony csinálni kell egy ültetvényest. Ilyen kell, kell a virág. Nem azért, mert szeretem a virágokat, utálom, de viszont színező anyag. Ugyanis, ha fogjuk, és berakjuk ide craftba, pitypang sárga festékszerűséget kapunk, amivel gyapjút is akár be lehet színezni. Pirosból meg, mit tudom én, beleszínét, azt hiszem. Hogyha fogjuk, és nézzük, mit csinálunk, hogyha birkány, amit már ha rábírjuk. Színes birka, színes birka!
És így, né? És meg is kaptuk a sárga gyapjút. Itt tudunk gyapjút izé. Tehát, hogyha fogjuk utána... mivel csak... Nézzük meg... Ezzel... Rózsavörös. Akkor így pedig piros birkát kapunk. Oh my god! What the fuck is this? Ez összemenstruálta magát! Úristen, emberek, nem tudom mi van. Elnézést kérek. Nézzük, mi vajon mit is szeretnék csinálni következő sorozatnak. Igazság szerint nem mondom el, annyit elárulhatok, hogy FPS játék lesz. Nem, még mielőtt felmerülnének a kérdések. Nem Battlefield 3, nem Medal of Honor, akkor... tehát nem Battlefield 3, nem izé... mindegy, a lényeg, hogy FPS sorozat lesz, nem kell kérdezni, majd meglátjátok, köszönöm szépen. Még mert elküldenétek az üzenetet. Minden időben ki fog derülni egyébként, hogyha elég nagy a valószínűsége, hogy még most a hétvége folyamán ki fog jönni az első része. Nem tudom, hogy mekkora igény lesz rá, hát ez majd ki fog derülni, minden esetre végig fogom vinni a sorozatot, ha van rá igény, ha nem. De persze a Minecraftet semmiképp sem fogjuk elhanyagolni. Hopp. Betelt a stikli. Így ne. Wow. Ez az. Haladunk. Nézzük. Ez az. Látjátok? Hullanak a csemeték. El is hagytuk a többit. Szedjük csak össze. Ez az, itt. Jó, na mindegy. Menjünk, szedjük szét itt a padrabokat. És... What the fuck is this FPS lag? Oh my god, elfelejtettem kilépni az osuból. Jó. Szóval. Jó. Ha fogom el is ültetek egy pár nyárfát, ugyebár. Inni. Na majd kinőnek. Bejtó, mi a francot csinálsz? Na vajon mit? Hipcsőt! Nem jó! Ó, ide. 1, 2, 3.
Lépcső! Lépcső! Ja. Egy pillanatra elgondolkoztam, hogy ezt vajon mégis hogy kell megcsinálni. Úristen. What? Mi nem stimmel? Itt mi nem stimmel? Itt valami nem stimmel. Valami nem stimmel! De mégis mi? Na jó, mindig nem érdekel. Nézzük meg a kerítésünk. Nincs. Hát persze, hogy is lenne. Fuck this shit. Egyelőre ez sem kell. A homokkő sem kell. A lazurit az még inkább nem kell. Úristen ez, úristen, de miért indul ilyennek? Muszáj összeszednem a gondolataimat egy pillanatra. Hú, mi a franc? Na jó. Kimegyek, hozok egy sört, hát hogyha attól jobban tudok majd gondolkozni. Pillanat. És már itt is vagyok. What the fuck? Ez az. Egészségetek. Szóval. Kábot. Bot. Imádom a sört, gyerekek. Küldhettek nyugodtan. Enne. Pence. Oh my god, azt hiszem vissza be kell állnom mosúzni. Mert ez így nem jó emberek. Jó Isten, mi van veled, Mayton? Ez a mai nap nem volt alkalmas a videó készítésre, ezt bizton állíthatom. Fogjuk. A francokat, hát tiszta hülye vagyok. Kitöltöm földdel, hát van annyi, mint az állat. Nem tök mindegy, hogy mi van közte. Hát ez komoly, mondom, ez már szinte nevetséges. Na.
Most, hogy végre rájöttem, hogy mekkora hülye vagyok. Gyorsan haladjunk, nincs időnk. Ne szarozzunk. Fuck, fuck, fuck. Hé! Hol vagy? Mutasd magad! Hallok ám! Wow! Creeper! Hey, suck my boys! Ne! Ó, úristen, azt hittem felrobbanok. Ne sisegj! Nem volt elég a föld. Nom. Nem valami kreatív megoldás ugyan, de... Nem értek el. Nem értek el. De komolyan. Várjunk. Olyan hülye vagyok, emberek, mint a föld. Tök mindegy, hogy van-e bennem sör, vagy nem, ez a mai nap, ez... Oh. Ez a mai nap nem a legalkalmasabb a videó készítésre. Elrontottam, mégpedig azért, mert ide kerül majd a padló. Ide! A francessen bele. Azért csak ne legyen már földből a padló. Szóval akkor tényleg dizájnolni kell egy kicsit. Na jó, nem baj. Fuck you, nem jó. Még mindig. Isten! Na jó, köszönöm szépen, azt hiszem ebben a részben ennyi volt, hát nem történt ugyan semmi, amiért végül is elnézést is kérek, mert ez nem fog most menni. Na mindegy, ez volt a 11. rész, melynek szerintem az lesz a címe, hogy hogyan ne csináljunk semmit a Minecraft videó alatt. A következő része viszont teljes mértékben össze fogom szedni a gondolataim, hogy mégis hogyan csináljam majd meg
belülről a második emelet padlóját, mert most valahogy nem jött az ihlet, nem. Nincs még elég sör bennem. Na mindegy. Legközelebb találkozunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ne felejtsétek el ugyebár lájkolni a Facebook oldalamat, belájkolni a videót is, betenni akár az epizódot a kedvenceitek közé, feliratkozni a YouTube csatornámra, se felejtsetek el. Nagyon szépen megköszönöm ugyanis. Minél több a feliratkozó, annál több Minecraft videó fog jönni. Hamarosan jelentkezni fogok a Skyblockos mappel is, és az új sorozatommal is. Ja igen, annyi, hogy a Torchlight bétával voltak gondok, ugyanis most nem enged fel valamiért. Pontosabban azért, mert már nem megy a béta, és miért tört kliensem volt, most valamiért az sem akar működni. Ha működésre sikerül bírnom, akkor megcsinálom a bemutatónak a második részét is. Na, köszönöm szépen, Mayton voltam, sziasztok!